Sziasztok, fiúk, lányok! A mai videó, tudom, hogy arra számítottatok, hogy folytatódik a nagy takarítás, a heti nagy takarítás széria, viszont ma nem volt kedvem takarítani. Vagyis hát lényegében én délelőtt, vagyis hát igen, reggel befejeztem a Melanie szobáját, szóval én ma már takarítottam. Viszont délután már nem volt kedvem a takarítással foglalkozni, jó pár napja ezt csinálom. És amit láthatjátok, tele van a mosogató is, nincs elpakolva, szóval látszik, hogy nem csináltam semmit ma délután. És őszintén szólva, munka után szinte egyből hazajöttem, hogy posztoljam a videót, viszont utána egyből elmentem, és be kellett vásároljak néhány dolgot, ami hiányzott itthonról, és mivel ma volt a leárazások utolsó napja, ezért sétálgattam össze-vissza a boltokban is, meg minden, szóval el voltam egymagamban, shopping voltam, és ez tök jól esett egyébként. Már jó ideje nem volt ilyesmire lehetőségem, hogy időlimit nélkül csak úgy sétálgassak fel alá a boltokban, és nézelődjek. Viszont annyira nagyon sok minden már nem volt, ami le volt árazva, mert ez volt ugye már az utolsó napja a leárazásoknak, de azért voltam a Primarkban, voltam az Axiomban, a Normalban, és végül az Oceanben. Vagyis hát voltam több boltban is, de ezek azok a boltok, amikben vásároltam is. Úgyhogy kezdem is szerintem a Primarkkal. Még találtam leárazott dolgokat, és vettem is néhány dolgot. Először is vettem ezt a pulcsit Melaninak. A Garfieldos póló nagyon tetszett neki, úgyhogy gondoltam, ez a Garfieldos pulcsi is tetszeni fog neki majd a suli kezdésre. Egyébként majd a későbbiekben lesz egy suli kezdős haul, amiben megmutatom, hogy miket vettem a suli kezdésre, ruhákat is, felszereléseket is, és mindent, ami a suli kezdéssel jár egyébként. De most ezt akkor így megmutatom nektek. Ezek le voltak árazva, 6 euró volt ez a pulcsi, ami egyébként nagyon baráti ár szerintem egy ilyen vastag pulcsiért, mert ez egy vastag belül prémes pulcsi egyébként, úgyhogy ez majd jó lesz őszre neki, és mivel ugye Garfield van rajta, azért tetszeni is fog neki szerintem. És többfajta ilyen pulcsi volt leárazva még egyébként, viszont nem tetszett annyira a mintájuk. Melanie már szerintem a könyökén jön ki ez a stitch mánia, és a legtöbb pulcsi, ami ott volt, az stitches volt. És nem szerettem volna neki már azt venni, amúgy is van neki már jó pár stitches ruhája, úgyhogy gondoltam, hogy most olyanokat veszek, amik tetszenek neki, de nem stitchek. És találtam ezt a mulános felsőt, ugye a mulánból ez a sárkány van itt, musú, azt hiszem úgy hívják rajta. Szerintem ez nagyon cuki volt, és ez kapucnis is, ez egy jó kis kapucnis felső őszre, ez is ugyanolyan prémes belül, mint a másik, és ez is 6 euróra volt leárazva. Úgyhogy örülök neki, hogy sikerült, remélem Melaninak is tetszeni fog. Aztán ugye, ahogy kitakarítottam a gyerekek szobáját, úgy átnéztem a szekrényüket is, és tudom, hogy mire van szükségük az iskola kezdéshez. Ugye Melanikának kellettek még pulcsik és nadrágok is. Vettem már nadrágokat előző túrák alkalmával, ezt majd a suli kezdős holban meg is mutatom nektek. De ma találtam néhány nadrágot Csabikának. Az első, az a Primarkból jött haza. Sajnos ez nem volt leárazva, ez 8 euró volt, de ugye hát a Primarkban azért nem olyan vészesek az árak. Ez a kargó nadrág, és Melanie is, és Csabika is már kérte tőlem, hogy vegyek nekik ilyen kargó nadrágot, mert most ez van nagyon divatban, és nekik is tetszik. És mivel ez ilyen kicsit bővebb, kényelmes nadrág, úgy voltam vele, hogy így is úgy is szüksége van neki a suli kezdésre néhány nadrágra, szóval akkor miért ne vegyek neki egy ilyen kargót. Lényegében ugyanannyiba került, mint a farmer nadrágok, szóval
Csabika kapott egy karbonadrágot, és szerintem az előző két videóban pont ezek a pólók voltak rajtam, amit legutoljára vettem magamnak a Primarkban, ezek a bővebb, sima, egyszerű pólók, és csak három van belőle, és abból az egyik fekete, szóval ilyen hőségekben azt nem szoktam felvenni. A fehéret és a zöldet szoktam sűrűbben hordani. A feketét szerintem az előző videóban láthattátok rajtam, ma reggel volt rajtam. Itthonra nyilván felveszem, mert attól függetlenül, hogy fekete idő nem tűz be a nap, szóval lezser és kényelmes attól függetlenül, mert az ilyen feszülős felsőket, amikor ilyen nagy hőség van, nem bírom elviselni magamon. Olyankor én a lezserebb felsőket szeretem. És mivel ezek a pólók csak 3,50 € kerülnek, és úgy voltam vele, hogy ha az idei nyarat kibírják, akkor már jó vagyok. Úgyhogy vettem még egy ilyen floridás, rózsaszín felsőt, és vettem egy ilyen arizonás, krémszínű felsőt. Vagyis hát pólót magamnak, hogy kényelmesen tudjak eljárni, dolgozni lényegében. Ez egy befektetés abba, hogy ne akarjam lemarni magamról a ruhákat a munkában. Mert ugye a munkapólónk az fekete, és ilyenkor, amikor tűz a nap, én azt nem veszem föl, mert iszonyatosan rossz anyagja is van. Nagyon ez az izzadós, nylon olcsó anyag, és fekete is ráadásul, szóval én azt nem veszem fel ilyenkor. Úgyhogy ilyen pamut pólókba szoktam dolgozni ilyenkor, hogyha valakit érdekel. Szóval ennyit a Primarkról. Gyorsan meg szeretném mutatni azokat, hogy dolgokat, hogy miket vettem az Oceanben, mert vettem ugye ételt is, és szeretném gyorsan bedobni őket a hűtőbe. Vettem egyszer vajat, aztán reszelt sajt és szalámi. Most ez a szalámi őrületem van, ez a pizzás szalámi. Ez olyan, mint otthon a Kaiser. Kaiser, hogy hívják? Szalámi. Szalámi az. Jól mondtam. És nagyon-nagyon fincsi. Aztán találtam ilyen fromage blanc, ez le volt árazva, mert két nap múlva lejár. Úgyhogy ezt mi hamarabb meg kell majd egyem, de ez a fromage blanc ilyen gyümölcsökkel az alján, és csak össze kell keverni, vagy nem. És tök fincsi. Én szeretem a fromage blanc. Aztán vettem sima joghurtot is. Ez azért maradt meg rajta a figyelmem, mert van benne egy sárga dinnyés mentolos, mentás ízesítés is. És én ilyet még nem ettem. Úgyhogy ez nagyon megtetszett, de egyébként van benne áfonyás és nektarinos, mandarinos és zöldcitromos, valamint epres és rubarbarás ízesítés. Rubarbarát még eperrel keverve nem ettem. Úgyhogy kíváncsi leszek rá. Aztán kellett még paradicsom, mert mindjárt esek neki a lecsónak, mert nem olyan régiben, vagyis hát már elég régiben az a baj. Vettem paprikát, pritamin paprikát olcsón, és túl sokat vettem. És most már kezdenek egy kicsit megfonyadni, úgyhogy muszáj, hogy megcsináljam még ma este. Lecsó lesz belőle, és valószínűleg a hét hátralévő részében azt fogom enni, annyi adag lesz belőle. És ugye nincs már itthon paradicsom hozzá, ezért nem készült még el eddig, de most elmentem és vettem nagyjából 1-1,5 kiló, jajaja, 1 kiló 20 deka paradicsomot. Aztán kifogytam a WC papírból, úgyhogy kellett WC papírt venni, ez önmagáért beszélt. Szintén a rizsből is kifogytam, és én a lecsót azt rizssel szoktam enni, és rántottával. Imádom úgy egyébként. Valamint ma sült krumplit szerettem volna enni, de rájöttem, hogy nincs itthon krumpli. Úgyhogy vettem krumplit is. Most egyébként aranyárban volt a krumpli. Szóval kiakadtam, letaglóztam, amikor odaértem a krumpli részlegre, hogy milyen drága volt. 2,5 kilót vettem, azt hiszem 6 €-ért, ami szörnyen drága. De nem volt más választásom, mert tudom, hogy nem fogok csak egy krumpli miatt elmenni a boltba, szóval mindegy.
Aztán az Oceanben is voltak még dolgok, amik le voltak árazva, és találtam egy ilyen fehér kis sportcipőt Melaninak. Ez is a suli kezdésre lesz majd nyilván. Igazából ez nem a minősége és nem a szépsége miatt jött haza, hanem az olcsó ára miatt. És úgy voltam vele, hogyha még egy hónapot is kibír vele Melani, akkor is jó vagyok, mert azt hiszem így leárazva 4 euró körül volt. Tehát most 4 euróért egy pár cipő, szerintem az bőven megéri. Aztán, ahogy említettem ugye, hogy a fejemben volt már a lista, ami kell a gyerekeknek még a suli kezdésre, ezért hazajött Csabikának alsónadrág, az Oceanből, és kettő farmernadrág, amikor azt sem mondanám, hogy farmernadrág, mert ez nem farmernadrág, hanem egy ilyen vászonnadrág. Ja, inkább úgy mondanám, hogy ilyen vászonnadrág. És a gumis derekú, mert Csabika nem szereti feltétlenül a gombosakat, ő szeret kényelmesen öltözködni, és ezeknek 6 euró volt darabja, szóval ezért jöttek haza. Van egy ilyen keki színű, és van egy ilyen fekete színű is. És szerintem tökéletes lesz neki az iskola kezdésre. Gyorsan elpakolom a hűtős cuccokat, és folytatjuk a normállal és az Axionnal. Na szóval, mi is jött haza a normálból? Már jó ideje szemezgettem a Pink Stuff-nak a tisztítószereivel, és ezt barátnőm kipróbálta, és azt mondta, hogy ez neki bevált. Ez a fürdőszobai habzú tisztító, csoda tisztító, állítólag. Hát nem tudom, most nem volt olyan vészes az ára, azt hiszem 2-3 euróba került csak, mint egy átlagos tisztítószer, úgyhogy azért gondoltam, hogy akkor miért is ne próbáljam ki. Aztán, ahogy takarítottam Melani szobáját ma délelőtt, észrevettem, hogy kifogyott a testápolóból, és imádom a Dove testápolóit, iszonyat jó illatuk van, Melani is szereti őket. Úgyhogy vettem neki egy ilyen tégelyes kiszerelést, én ezt már többször használtam, ezt a Dove Body Love-ot, és ebben a sejmes kiadásban. Nagyon jó illata van ennek a sejmes kiadásának. És szóval, ja, önmagáért beszél, kifogyott, szóval vettem. Aztán már nem sok van a, hogy hívják, a testradírból, amit a Sephora-ban szoktam venni. És nem volt kedvem visszamenni a Sephora-ba, mert voltam ma a Sephora-ban, viszont elfelejtettem, hogy testradírra lenne szükségem. Aztán, ahogy nézelődtem a normálban, akkor láttam meg ezt, és eszembe jutott, hogy basszus, arra szükség van, mert még talán egyszer le tudom mosni magam vele, és aztán vége is a tégelynek. Nagyon szeretem a Sephora-nak a saját márkás testradírjait. Többféle illatosításban is megvettem már őket, de mindegyik nagyon jó. Igazából az illata az csak a kellemessége miatt lehet megválogatni. Az illata az nem változtat a hatékonyságán, mindegyik ugyanolyan hatékony, én szeretem őket. De most ki fogom próbálni ezt a normálból való saját márkás, ez is. Barackos álom test radírt. Majd elválik, hogy milyen lesz. Valamint, bár jártam az Axionban, elfelejtettem illatosítót venni a WC-be, és legutoljára ott vettem egy ilyen kinyitható, nagyon olcsó illatosítót, viszont ahhoz képest, hogy milyen olcsó volt, elég sokáig tartott. Viszont már teljesen kiszáradt, úgyhogy most vettem a normálban egy ilyen levendulás, ilyen kis gyöngyös illatosítót, és nem lehetett ott megszagolni, úgyhogy most ki is bontom és megszagolom. Én szeretem a levendula illatát, szóval szerintem tetszeni fog, de majd mindjárt elválik.
jól becsomagolták. Jó, belenyomtam egy gyúrba. Jó illata van. Szerintem, mert Béla megeszi. Nekem tetszik az illata. Jó kis levendulás illata van. Úgyhogy ez megy is be a WC-be. Jó illata van. Remélem tartós lesz. És ennyi mindent vásároltam a normálban. És végül, de nem utolsó sorban, térjünk át az Actionra. Ugye munka után egyből mentem, szóval megéheztem, ezért vettem egy ilyen Nutella Be-Ready kis nasolnivalót, és vettem hozzá egy Liptonnak a dinnyés teáját. Nagyon szeretem ezt a dinnyés zöld teát, ez nagyon finom. Aztán, ugye amikor csináltam Csabikának a szobáját, az előtti videóban, akkor említettem, hogy szeretnék neki venni ilyen rendszerezőt az asztalára. Most nem találtam a nagyobb fajta rendszerezőket, de gondoltam ennek a kisebb fajta kis ceruzatartónak is örülne azért, és fekete is, szóval menni fog a másik, már meglévő rendszerezőjéhez, és ideiglenesen szerintem jó lesz, mert azt nem láttátok, nem mutattam videóba, de azóta kihegyeztem az összes létező ceruzáját, és rengeteg van, úgyhogy majd lehet, hogy külön fogom őket válogatni minőségük szerint, mert vannak ezek a hajlékony ceruzák, vannak a sima ceruzák, vannak a színes mintás ceruzák is, szóval rengeteg ceruzája van, úgyhogy ez majd hasznos lesz. Valamint állandóan kifogyóban vagyunk a hajgumikból, Béla a jó voltából, mert ellopja őket, és nem tudom hova rakja, mert a hajgumikkal szokott itthon játszani. És most meg vadásza, ezt meg kell mutatnom nektek. Nyilván mire odafordítottam a kamerát, már abba hagyta, de belenyúl a kezével a száraz táptárolójába, és úgy eszi ki belőle. Nagyon cuki egyébként, de nagy rossz csont is, igaz Béla? Szóval ő szokta ellopni a hajgumiainkat, és nem tudom hova rakja őket, mert hiába takarítok, nem találom meg őket. Úgyhogy most vettem egy csomaggal Melaninak. Aztán nem volt itthon sütőpapír, úgyhogy vettem sütőpapírt, mert szeretném megsütni a citromos sütit, ami még van itthon. De se vaj, se sütőpapír nem volt itthon, ugye? Úgyhogy nem tudtam megsütni. Valamint utolsó végül, de nem utolsó sorban, hogy mutassam, hogy ne látszódjon a kamera. Vettem egy ilyen kis méretű tükröt. Azt hiszem, ez a része ez nagyít, a másik része pedig sima tükör. Ezt magamnak vettem az asztalomra, ugye Melaninak már van. És szerettem volna egy olyat, ami világít is, meg mit tudom én, de nem találtam, és azt elég olcsón találtam, azt hiszem 2-3 euró volt csak az Actionban, és úgy voltam bele, hogy a sminkeléshez elég lesz, mert eddig is megvoltam világítás nélkül, ezután is meg leszek, ez nem a világ vége, viszont kell egy olyan tükör, amiben közel tudom látni magamat, mert elég nehéz a nagy tükörhöz odahajolni, amikor törökülésben ülök lent, és csinálom a sminkemet reggelente. Úgyhogy gondoltam, felülök majd az asztalomhoz, és leteszem a tükröt, és akkor úgy fogom csinálni a sminkemet reggel. Ez csak egy elképzelés, aztán majd meglátjuk, hogy be is válik-e. Ezért gondoltam úgy, hogyha 2-3 eurót költök egy tükörre, és mégsem használom minden nap, akkor is azért nem vesztettem sokat. Na de, rengeteget beszéltem már, úgyhogy most szerintem én pihenek egy fél órát, bár már 3:49 van, de szeretnék pihenni egy fél órát, és utána viszont neki kell álljak a lecsófőzésnek. Nem halogatom, nehogy tényleg megposhadjon ott a hűtőben a paprika, mert már eléggé meg vannak fonnyadva. Úgyhogy, ja,
Most elpakolok mindent, pihenek egy kicsit, aztán csinálom a lecsót. Szóval, ha már úgy is megmutattam, hogy mit csináltam a bevásárlás után, így akkor ez már nem csak egy haul videó lesz, hanem egy ilyen kisebb videó. Ugye láthattátok, elkészült a lecsó, megvacsoráztam, és meg is fürödtem. És a napokban a Sephora-ban is ugye volt leárazás, és betévedtem, ugyebár. Betévedtem, és találtam egy ilyen probiotikumokkal ellátott arcmaszkot. Direkt szándékosan csak egy ilyen kis kiszerelésben vettem meg, mert még nem próbáltam ilyesmit, úgyhogy elolvastam, fel kell kennjem az arcomra, tiszta arcra nyilván. Most megfürödtem, és szokásosan a Dermalogica-val tisztítottam le az arcomat. Nekem ez bevált, egy ideje már ezt használom, és szerintem még soha nem volt ennyire tiszta az arcom, mint mostanság, szóval a Dermalogicát azt eltaláltam. És ezt a krémet pedig tiszta arcra kell felvinni egyenletes rétegben, és 10 percig fent hagyni. Úgyhogy most ezt fogjuk csinálni. Egyébként áfonya kivonat is van benne, meg minden jóféle dolgok. Ilyenféle maszkot még nem használtam a Sephora-ból, én általában ezeket a papír arcmaszkokat szoktam megvenni, mert azok nekem már beváltak, és én szeretem őket. Általában ilyenkor leárazáskor nagy kiszerelésben szoktam őket venni, amiben mindenféle fajta maszkok vannak, de most
idén nem vettem, vagyis hát ez alkalommal legutoljára a téli leárazáskor, vagyis hát évelei leárazáskor vettem utoljára. Mondjuk még mindig van belőle néhány maszk, mert idén nem volt olyan sok időm maszkozgatni, mint általában szokott lenni ugye a költözés miatt is. Na, ezt most felkentem, és így fogom hagyni 10 percig, aztán le kell mosni, és folytatom a kis rutinomat. Na szóval, lemostam a maszkot, valamint egy kicsit kiszedtem a szemöldökömet. Próbálom szinten tartani, hogy ne veszítse el a formáját. És most a szokásos esti rutinomat fogom megcsinálni, amihez használni fogom ezeket a termékeket, ezek a ugyanabból a termékcsaládból vannak, ez a szem körüli krém, ez pedig a sima arckrém. Ezeket a Marionautban vásároltam még egy pár hónappal ezelőtt, és elég jónak találom. Igazából jól kiegészítik a Dermalogica-tól használt arctisztító családot, mert nem nagyon zsíros, de azért mégis hidratáló ez a krém. Igazából ezt a márkát eddig nem ismertem, és azt hiszem ez a Marionautnak a saját márkás. A Marionaut egyébként hogy is szokták mondani? Drogériás üzlet itt Franciaországban. Olyan, mint a Sephora lényegében. És azt hiszem ez az ő saját márkás termékük, amit most hoztak ki idén. Amikor megvásároltam, akkor került fel a polcokra. De kombinálni szoktam a Fenty Skin-nek az arckrémjével. Méghozzá úgy, hogy ebből nem sokat, csak egy kicsit teszek a kezemre, és csak így beleütögetem az arcomba. És ugyanezt a rutint szoktam reggel és este is elvégezni, hogyha arcot mosok reggelente, mert bevallom, próbálom mindig megcsinálni, de nem mindig jön össze. Néha elalszok, és egyéb dolgok közben jönnek. Olyankor nem történik meg. És a másik krémből szoktam a kezembe rakni, és az jön a T-zónámba, mert a T-zónám az, ami legjobban kiszárad, főleg ilyenkor nyáron és télen. Úgyhogy ide alaposan bele szoktam dolgozni a krémet. Így, aztán a hajamra a L'Oréal-nak a Steam Pod szérumját szoktam használni, azt most bent hagytam a szobába. De nemrégiben megvásároltam a Wow-nak a spréjét. Eredetileg ez gyönyörűséges fényt és védőhatást nyújt a párás idő ellen. Ugye az én hajam az göndör, és nagyon rosszul reagál a párára, egyből bepöndörödik, és egy színavogja lesz a hajamból. Úgyhogy gondoltam, kipróbálom ezt. Én úgy érzem, hogy nem éri meg az árát egyáltalán, nem fogom újra vásárolni, az biztos. Ha már megvettem, akkor nyilván el fogom használni, mert elég drágán vettem, én úgy érzem. De nem érzek akkora wow hatást, és a pára ellen egyáltalán nem használ. Puhaságot és esetleg egy kis fényt ad a hajnak, de ugyanennyi puhaságot és fényt sok más termék is ad. Szóval ez egyáltalán nem éri meg az árát, és örülök neki, hogy csak az ilyen mini kiszerelését vettem meg, csak kipróbálásra, mert szerintem nem éri meg az árát egyáltalán. Úgyhogy én most bemegyek még a szobába, felteszem a Steam Podnak a szérumját, azt csak a hajvégemre szoktam feltenni, az ugye azért kell. Nem vagyok benne biztos, hogy holnap ki fogom vasalni a hajmat, de ha mégis,
akkor ez úgy hatásos ez a szérum, hogyha vizes hajra rakjuk, hogyha száraz hajra rakom, akkor már nem hatásos egyáltalán. És ugye ez egy ilyen hővédő jellegű szérum eredetileg, és wow. És szeretem védeni a hajamat a rengeteg hőtől, ami használok rajta. Mondjuk a steam podot azt azért vettem egyébként, hogy mivel az állítólag kevésbé roncsolja a hajat, mint egy átlagos hajvasaló. Reméljük ez így is van. És a szérummal pedig még jobban szeretném védeni a hajamat. És lényegében amúgy annyira nem vészes, mint régebben volt, az is biztos. Úgyhogy vagy a hajvasaló tényleg kevésbé roncsol, vagy a szérum jó. Nem tudom, mert mióta megvettem a Steam Podot, én azóta használom a szérumot hozzá minden egyes alkalommal. Én még soha nem használtam nélküle. Úgyhogy, ja, most ezt fogom csinálni, gyorsan felteszem, és utána szerintem én megyek olvasni. Lehet, hogy gyorsan megmutatom nektek, hogy mit olvasok. Na szóval, itt van egyébként a Steam Podnak a szérumja. Ezt szoktam használni minden alkalommal, és nem kell belőle, csak egy, maximum kettő pumpa. Bőven elég, és csak a hajvégekre szoktam tenni. Nem tudom, említettem-e nektek videóban, hogy mi történt az előző könyvvel, amit olvastam. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a videó kikerült, mert volt egy videó, ami soha nem került fel, nem olyan rég készítettem, és csak a felét vettem föl, lényegében ezért nem is került fel. Hogy mi történt a könyvemmel? Közben egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy a számra pedig a Laneige-nek szoktam használni ezeket a esti, éjszakai szájmaszkjait. Még karácsony táján vettem egy nagyobb kiszerelést, vagyis hát nem, egy ilyen ajándékcsomagban, amiben többfajta változatban volt. Most jelenleg ez a mangós változata. De egyébként ebből szoktam rakni mindenhova. Van a fürdőben is, van a szobámban is, van az éjjeli szekrényemben is, van a táskámban is. Mindenhova tettem belőle, mert egyébként nagyon jók ezek a kis szájmaszkok. Nyilván nehézkes a felvitele, mondjuk például, hogyha az utcán akarom felvinni, mint a labellót, csak kicsapom és felkenem, akár az utcán is. Hát ebbe bele kell nyúlni, szóval tisztának kell, hogy a kéz legyen, és a többi, és a többi. Szóval ennek az utcai használata az elég nehézkes, de egyébként itthon tökéletes. Na de, mi történt a könyvemmel? Az volt, hogy volt egy hatalmas esőzés nemrégiben, vagyis hát nemrégiben folyamatosan esett az eső. Na mindegy, de volt egy hatalmas vihar nemrégiben, és nem voltam itthon, amikor elkezdődött, és elfelejtettem bezárni a szobámnak az ablakát. És ugye az éjjeli szekrényen tárolom a könyvet, mert esténként szoktam leggyakrabban olvasni, vagyis hát amikor a gyerekek itt vannak, akkor elég nehézkes esténként is olvasni, mert addigra már kidőlök, és hiába kezdek el olvasni, az első oldal közepén már elalszok. Szóval, na mindegy, azért próbálok esténként olvasni, mikor itt vannak a gyerekek akkor is, de ezáltal az ilyen szekrényemen tárolom a könyveimet, amit éppen aktuálisan olvasok. És szóval jött ez a hatalmas vihar, az ablak nyitva maradt, és nyilván az éjjeli szekrény az ott van az ablak alatt, szerintem tudjátok. És szóval elázott az a könyv, úgyhogy azóta próbálom simítani, mert pont az a része ázott el legjobban, ami még hátra van, tehát a könyvnek a hátsó része volt az, ami nagyon elázott.
Úgyhogy egyelőre azt talomba raktam, és próbálom kisimítani, több könyv alá tettem, hogy kisimuljon. Nem tudom pontosan, hogy száradás óta hogy néz ki a könyv, mert amikor még vizes volt, akkor eléggé eláztak a betűk is, és az oldalak is. Szóval még azóta nem néztem rá, hogy hogy néz ki. Hogyha esetlegesen nem használható már, akkor újra fogom vásárolni, mert szeretném befejezni ezt a könyvet, az nagyon érdekel az a könyv. De addig is elkezdtem a következőt. Igazából már a negyedénél tartok szerintem, a 81. oldalon tartok. Ez az Atomic Habits. Ez a atomnyi szokások. Azt hiszem, az lehet magyarul a neve, vagy valami ilyesmi. Ez lényegében arról szól, hogy akár ahogy az atomok alkotják a részecskéket, úgy alkotják az atomnyi miniatűr kis szokások, a nagyobb szokásokat, és hogy hogyan alakítsunk ki maradandó szokásokat, jó szokásokat. Elbeszéltem itt vagy 10 percet, és nem vettem észre, hogy kikapcsolt a kamera. Szóval ott tartottam, hogy a könyvem az arról szól, hogy ugye sok miniatűr kis szokás alakítja a nagyobb szokásokat, és hogyan kell maradandó és tartós jó szokásokat kialakítani, mert rengeteg rossz szokásunk is van, amitől meg lehet szabadulni, és az is le van benne írva, hogy hogyan lehet ezektől megszabadulni, és hogyan lehet őket jó szokásokká átváltani, és egyéb dolgok. Igazából az életminőség javításáról szól, hogy hogyan tudjunk tartalmasabb, és számunkra értékesebb, saját magam számára értékesebb életet élni a saját szokásaim változtatásával, mert nem feltétlenül kell megtartani a jó szokásainkat sem, lehet azon is változtatni, és még jobb szokással átalakítani. Szóval érdekes könyv, én számomra azért az előző könyv az sokkal érdekesebb volt, ami elázott, az a tudatalattiról szólt, és hogy hogyan működik, hogyan tudjuk befolyásolni a saját tudatalatinkat, és egyéb dolgok. Szóval én rájöttem, hogy ez a fajta téma az, ami engem leginkább érdekel, mert minden könyv, amit eddig olvastam, és meséltem nektek róla, mindegyiket örülök, hogy elolvastam, és úgy érzem, hogy tudtam hasznos dolgokat eltárolni belőlük, viszont nyilván nekem is, mint mindenki másnak, van egy ilyen érdeklődési ösménye, és számomra ez a tudatalatti és társai. Úgyhogy a jövőben valószínűleg ezt a témát fogom követni, de nyilván azért ezt is be fogom fejezni, mert úgy érzem, hogy ebből is tudok tanulni hasznos dolgokat, ugyanúgy, mint az előző könyvekből is, azokból is azért tanultam hasznos és jó dolgokat. Úgyhogy ja, én ezt fogom most csinálni, most folytatom az olvasást, és általában addig szoktam olvasni, amíg már összecsukódik a szemem, le nem csukódik a szemem, és már nem tudom tovább nyitva tartani, és nem tudok tovább olvasni, addig szoktam olvasni. Amúgy is már éjfél körül van, szóval idő lesz, hogy lefeküdjek, mert holnap attól függetlenül munka van, és minden folytatódik tovább. Vagyis hát kezdődik előről a holnapi nap. Na de, ennyi lesz akkor már ez a mai videó. Nem így terveztem, én csak a haul részét terveztem felvenni, de ha már így alakult, remélem azért tetszett nektek is, és velem tartotok legközelebb is. Legyen szép napotok, sziasztok!